Csillám Katalin az Országos Bírósági Hivatal elnök helyettese és Vadász Mihály a Nyíregyházi Törvényszék elnöke közösen tartott sajtótájékoztatón értékelte a 2022-es évet a törvényszék munkája szempontjából. Csillám Katalin elmondta, a Nyíregyházi Törvényszék és 6 helyi bírósága a maga 481 bírói létszámával országos viszonylatban a közepes méretű törvényszékek közé tartozik, amelynek sajátossága, hogy a közeli országhatárok miatt nemzetközi elemeket tartalmazó ügyekkel is találkoznak a bírók, és ez az átlagosnál több feladatot jelent a bíróság számára. Gondoljunk bele, hogy egy nemzetközi elemet tartalmazó ügy tolmácsot igényel, az plusz terhet ró akár pénzügyi szempontból a bíróságra, vagy kézbesítési nehézséggel küzd meg a törvényszék. Tehát ez a sajátossága a Nyíregyházi törvényszéknek, de így is azt kell elmondanom, hogy 2022 évben, majd adatokat is fogok erre vonatkozóan mondani, a törvényszék és járásbíróságai az alaptörvényből adódó tevékenységét teljes mértékben teljesítette, időszerűen, megalapozottan és tisztességesen végezte az ítélkező tevékenységét és az alaptörvényben meghatározott egyéb tevékenységét. Az elnök helyettes kijelentette, országosan csökkent a bíróságra jutott ügyek száma, így Nyíregyházán is, ahol tavaly több ügyet fejeztek be, mint amennyi beérkezett. Ha egy bíróság az érkezett ügynél többet fejez be, akkor azt jelenti, hogy csökkenti a hátrálékot, és a hátrálék csökkentéssel mérjük a mennyiségi mutatók hatékonyságát, így a törvényszék 11,3%-kal csökkentette a 2022 évi teljesítmény alapján az ügyhátrálékot. Ezt az ügyet összesen, tehát 65.600 ügyet fejeztek be, tehát többet, mint az érkezés. Vadász Mihály hangsúlyozta, a beérkezett ügyek számát tekintve Magyarországon a negyedik legtöbb ügy a Nyíregyházi törvényszékre érkezik, ha a fővárost nem számoljuk. A törvényszék első fokára érkező büntetőügyekkel kapcsolatban szeretném kiemelni azt, hogy egy év alatt 40%-kal emelkedett az érkezése az ilyen ügyeknek. Ezzel foglalkozó kollégáink igen leterheltek, azonban ez eredményeinkre negatív hatással nem volt. Az időszerűséggel kapcsolatban szeretném még kiemelni azt, hogy a járásbíróságainkra érkezett polgári peresügyek 89,7%-a, míg a büntetőperes ügyek 86,7%-a az érkezéstől számított egy éven belül be is fejeződött. A sajtótájékoztatót követően megkezdődött a Nyíregyházi Törvényszék összbírói értekezlete, amelyen egyebek mellett részt vett a kúria elnöke, a debreceni ítélőtábla elnöke, a régiós törvényszéki elnök, valamint a törvényszék bírái. A Nyíregyházi Törvényszék 2022. évi tevékenységének mutatóival bővebben Szerdai 35 perc című műsorunkban foglalkozunk.